Minden magyar. Petőfi Rádió. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával. És Jakóval, aki már itt is van a stúdióban, láthatod is a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve a YouTube csatornáján. Hello! Sziasztok, szia, üdvözlök mindenkit! Egyedül egy szál gitárral, sehol a kis csapatod, a Fatal Error, hiszen ugye annak a gitárosa vagy, de már sokszor említettem a műsor előtt, hogy a zenekar mellett te úgy döntöttél, hogy ezzel párhuzamosan elindítod a szóló karrieredet. Igen, hát ez lényegében egy ilyen természetes folyamatnak a része volt, meg hát szerintem ez ilyen minden olyan csapatnál, ahol van egy fő dalszerző, és aztán utána többi zenekari tag is vele párhuzamosan elkezd így először csak ötletelgetni, ilyen kis dalrészekben, aztán utána már teljes dalokban elkezd gondolkodni. Szerintem egy idő után mindenkinél eljön az a pont, hogy egy kicsit megtalálja a saját hangját, és szeretne valami újat kipróbálni, és hát több olyan dolog is úgy alakult, ugye a Fatal Errornál is, ugye a saját életemben is, hogy erre így most volt lehetőség, és hát ez így konkrétan, hogy a tavalyi év elején fogalmazódott meg így bennem, hogy én ezt így szeretném egyedül is csinálni, és hát úgy alakult, hogy a tavalyi év végére már úgy az első egyszálgitáros koncert az meg is valósult, és idén folytatódott, sőt már lett saját zenekar is azóta. Na hát ahhoz képest, ahogy ez kezdődött, ugye egy szóló karrierbe szerettél volna kezdeni, már itt is sikerült magad köré gyűjteni jó pár zenészt. A Fatal Error mit szól mindehhez? Ó, hát abszolút támogatóak, meg hát az van, nem csak alkotó, hanem baráti közösség is vagyunk, szóval mindenben ott is úgy támogatjuk egymást, ahogy lehet. Illetve hát egyáltalán nem vagyok egyedül ezzel így a csapatban, tehát hogy így a rajtam kívül még ketten, vagy nem, hárman is zenélnek másik csapatban, illetve van, aki szintén szóló karrierbe kezdett, és szóval igazából ezt úgy teljesen összeegyeztetjük egymással, csapattal is, úgyhogy igazából azt szerintem ez így működik itt teljesen egészségesen. Uh-huh. Na, hát csapjunk bele a dalokba, kíváncsian várjuk az első Ránk sötétedett című, mesélj róla. Hát ez volt az első olyan dal, amit már úgy írtam meg, hogy ezt tudtam, hogy ez nem Fatal Error lesz, mert itt hát annyira úgymond személyes lett a hangvétel, hogy itt már rákészültem erre az egészre. Igazság szerint arról szól a dal, amikor tudjuk, hogy egy bizonyos szituációból nagyon ki kéne már lépnünk, nagyon nem ezt kéne csinálni, de úgy így hétről hétre úgy ugyanabba találjuk magunkat, és úgy nem nagyon tudunk egyről a kettőre jutni. Ez amikor az eszünk más, mint a szívünk? Igen, hát ez lényegében ugye a padhelyzetekről, a kísértésekről, meg minden ilyesmiről szól. Ja, egyébként azt meg el kell mondanom, hogy ezek a dalok még egyelőre nem jelentek meg, szóval így hivatalos formában most hangzanak el így először élőben, ebben a kis egyszálgitáros formában, de úgy természetesen, hogy az év folyamán úgy tervezem ezeket így teljes zenekaros verzióban kihozni egy lemez formájában. Uh-huh. Na hát akkor dalpremierek sora itt a Petőfi Rádióban. Ezek közül az első a Ránk sötétedett, a stúdióban pedig Jakó, akit láthatsz is, és hát ugye hallatsz is a Petőfi Rádióban, láthatod a Facebook oldalunkon, és akkor jöjjön, induljon az élő stúdiókoncert. Figyelj! Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. Kicsit ránk sötétedett, nem mondd, hogy nem vetted észre, mondanám, hogy ég veled, de sose jutunk el arra a részre, mert mindig van egy utolsó járat, vajon késik, vagy már elment, testem, lelkem belefáradt, várni tovább van értelme, de megérkezett, és felszálltunk mindketten. Rögtön álomba merültünk, aztán meg a sofőr felkeltett, hol vagy, pedig itt még együtt ültünk. Ez így nem igazán lesz egyszerű, ha mindig itt vagy a szemem előtt. A kérdés joggal felmerül, így tovább menni, hogy lesz erőm. Én már csak arra kérlek, mert úgy sem menne már magamtól. Kicsit állj már félre, hogy lássam végre, mi van az ajtón túl. Mi van az ajtón túl? Oh-oh-oh.
megint ránk sötétedett. Mit csináljak, hogy végre észrevedd? Tőlem aztán kérheted, hogy megint várjam a rohadt busz feled, ami késik menetrend szerint. Mindkettőnk órája ketyeg, sofőrnek csak unottan legyint a végállomáson, most már fel se kelt. Megint nem jutunk semmire, valakinek kéne engednie, csak szájtépés, túl gondolás, egész estés, forgolódás. Ez így nem igazán lesz egyszerű, ha mindig itt vagy a szemem előtt. A kérdés joggal felmerül, így tovább menni, hogy lesz erőm. Én már csak arra kérlek, mert úgy sem menne már magamtól. Kicsit állj már félre, hogy lássam végre, mi van az ajtón túl. Mi van az ajtón túl. Ez így nem igazán lesz egyszerű, ha mindig itt vagy a szemem előtt. A kérdés joggal felmerül, így tovább menni, hogy lesz erőm. Én már csak arra kérlek, mert úgy sem menne már magamtól. Kicsit állj már félre, hogy lássam végre, mi van az ajtón túl. Én már csak arra kérlek, mert úgy sem menne már magamtól. Kicsit állj már félre, hogy lássam végre, mi van az ajtón túl. A stúdióban Jakó, akit látod is a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Jakó a Fatal Error zenekar gitárosa, viszont tavaly úgy döntött, hogy szóló karrierbe kezd, persze a zenekar mellett. Egyébként teszik ezt sokan mások is a zenekarból, az ugye kiderült itt az elmúlt beszélgetés kapcsán. Ugye a Fatal Error egy alternatív rock zenekar, és hát azért ezek a rockos elemek csak visszajönnek itt is a szóló projektben. Hát persze, igazság szerint így nem egy olyan, most így bevallhatom, szerintem, hogy nem egy olyan téma van, ami eredetileg így Fatalnak indult, csak aztán, ahogy így elkezdtem ráírni a dalszöveget, akkor az úgy adott egy olyan személyes karaktert ennek, amit mondjuk nem feltétlenül akartam Zsolának, a Fatal Error énekesének a szájába adni, mert egyébként tehát, hogy neki is úgy, neki úgy eléggé személyes és egyedi dalszövegei vannak, és én úgy gondolom, hogy ő azokat tudja úgy leginkább hitelesen előadni. Persze mások dalszövegeit is, ha úgy van, de úgy gondoltam, hogy akkor ezt így akkor elkülönítjük, és akkor ez pedig így leszek. Aha, na hát közben folyamatosan jelentkeznek be a hallgatók hozzánk a Facebook oldalon, és hát szépen megírtad előre ezt a forgatókönyvet, és van egy ilyen című dalod is, ami a forgatókönyv. Miről szól? Hát igazából az a túlgondolás intézményéről, az az egyik legveszélyesebb emberi tulajdonság, és hát sajnos én is hajlamos vagyok így eléggé túlgondolni a dolgokat, és nem elengedni, és hát ez leginkább akkor a legveszélyesebb, hogyha már kettő ilyen ember van, vagy mondjuk több ilyen ember van, mert mondjuk nyilván a gondolatainkat, azok meg így az aggodalmainkat, hogy szeretjük a másikkal is megosztani, csak hogyha két hasonló típusú ember belegabajodik egy ilyen beszélgetésbe, akkor ilyenkor szokott az lenni, hogy a másik túlgondolja azt, amit már az előbbi alapból is túlgondolt, szóval... Én azt gondoltam, hogy a lányok ilyenek, akik így túlgondolnak mindent, akkor ezek szerint a fiúknál is van ilyen? Abszolút, vagy legalábbis nálam ez így, én bevallom férfiasan, ez abszolút, nálam ez így szokott lenni, de... De gyerekként is ilyen voltál? Szerintem ez egy ilyen alapvető emberi tulajdonság, csak na, tehát, hogy ez így tud galibákat okozni, és emiatt itt tudunk néha olyan döntéseket meghozni, vagy olyan dolgokba belemenni, amik amúgy nem észszerűek, vagy racionálisak. Hát jó, de az se jó, hogyha az ember gondolkodás nélkül pif-puf belemegy dolgokba, nem?
Hát persze, persze. Ez a kettő között valahol a balanszot kell megtartani, hát, hát nyilván hát ez igen, nem mindig megy az embernek. És igazából pont ezt hivatott a dal is elmondani, hogy igazából az, az lenne valahol az egészséges, hogyha pont mondjuk egészséges mértékben gondolnánk bele a dolgokba, hogy ez az ami, ez nem az ami, ezt most túl gondolod, ezt most nem gondolod túl, de hát a dal meg pont arról szól, hogy persze nem ez történik valójában. Ez a dal a forgatókönyv címet kapta, és itt a Petőfi Rádióban ezt is most először lehet hallani, már nem csak a Petőfi Rádióban, hanem sehol máshol nem jelent ez a dal még meg, itt szól nálunk először, úgyhogy Jakó élőben előadja most neked itt a Petőfin, nem csak hallatod, láthatod is őt a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával! Lehúzott redőnyök mögött a fogaskerék, most egy kicsit túlpörgött, elfüstölt, semmi nem maradt, csak az egér rágta gondolat, megint a vészharangot kongatod, elharapod az utolsó mondatot, vajon befogod-e valaha fejezni, vagy csak az árral szemben evezni? A fonalat már te rég elvesztetted, nem fogom felvenni helyetted, megtalálod a szőnyeg alatt, hova besöpörted minden gondodat. Ezt a filmet rendkívül unom, minden sorát kívülről tudom. Lehetne sokkal könnyebb, ha együtt írnánk meg a forgatókönyvet. Fogaskerék meg ismét túlpörgött, régóta fested az ördögöt, ugyanarra a hófehér falra, amit felhúztál négy oldalra, a belépés meg megtagadva, keresem a hibát magamban, úrrá lesz rajtam a rémület, ha látom, hogy fogytán a lendület. A fonalat már te rég elvesztetted, nem fogom felvenni helyetted, megtalálod a szőnyeg alatt, hova besöpörted minden gondodat. Ezt a filmet rendkívül unom, minden sorát kívülről tudom. Lehetne sokkal könnyebb, ha együtt írnánk meg a forgatókönyvet. Már te rég elvesztetted, nem fogom felvenni helyetted, megtalálod a szőnyeg alatt, hova besöpörted minden gondodat. Ezt a filmet rendkívül unom, minden sorát kívülről tudom. Lehetne sokkal könnyebb, ha együtt írnánk meg a forgatókönyvet. Hát, hogy kinek mi a forgatókönyv, az elkövetkező napokra megírhatja nekünk, publikusá teheti a 06303030380-as SMS számon vagy Viberen. Jakó adja ma az élő stúdió koncertet, csak olyan dalokat hozott, ami eddig még sehol máshol nem volt hallható, hiszen ugye tavaly évelején gondolt egyet, hogy szóló projektbe kezd, és a Fatal Error zenekar mellett ugye párhuzamosan szólóban is most már készítesz dalokat, és adsz egy-egy koncertet. Úgyhogy a stúdió koncert hamarosan itt a Petőfin folytatódik tovább. Tarts velünk! Hajrá magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával a stúdióban. Jakó, az a Fatal Error zenekar gitárosa, aki szóló projektbe fogadta múlt évben, gondolt egyet, és azóta több dal is elkészült, ezeket mutatja be, hiszen sehol máshol még nem lehetett hallani. Itt az idő, tehát dal premierek sora a Petőfi Rádióban, és hát volt már a Ránk sötétedett a forgatókönyv, beszédes dalszövegek, a folytatásban pedig az esküszöm. Na hát az lesz talán az ilyen legbeszédesebb.
Hát igen, ez most nem egy annyira vidám téma. Mondjuk az eddigiek se voltak azok. Esküszöm, a következő az már az lesz. Egy picit. Na maradjunk ennél a dalnál. Mire esküszöl, Jakó? Hogy jól leszek. Illetve hát wow, ez a dalszöveg is, de igazából tehát, hogy ezzel csak annyit szerettem volna mondani magamnak is, és bárkinek, aki néha ilyen mélyebb, depresszívebb időszakban van, hogy hát tudom, ez ilyen nagyon közhely, ez a mindig van kiút, meg ez a mindig lesz holnap, de... De tényleg így de, van. Hát igen, tehát hogy vagy ez működik, vagy semmi. Esküszöm élőben itt a Petőfi Rádióban Jakótól, akit nem csak hallatsz, láthatsz is, úgyhogy benézhetsz hozzánk mindig ide a Petőfi Rádió zenei stúdiójába ilyenkor 1 és 2 óra között a Facebook oldalunkon vagy a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Folytatjuk az élő stúdiókoncertet, figyelj! Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával! Ennek itt most véget kéne vetni, de ne aggódj, nem pont úgy, ahogy képzeled. Sajnálom, de nem tudok ma épp nevetni. Ezt az állapotot nem annyira élvezem, pedig már bámulnám az érme fényesebbik oldalát. Ez ma nem megy, hát legyen nyugodalmas éjszakád. Ma este még meghalok, de esküszöm, hogy jól leszek. Holnap innen indulok, és mindent újra tervezek. Szét kell kicsit essek, hogy kedvem legyen ismét. Önmagam megkeresnem, ha fájnia kell is még. Csendes morajlást hallok most a távolban. Azt mondják, hogy ez lenne a külvilág. Olyan ismerős jártam már itt álmomban, de innen mindenki menekülni lát. Azt se tudom, hogy milyen volt az érme fényesebbik oldala. Ez egy olyan szívroham, mit ember két lábon kihordana. Ma este még meghalok, de esküszöm, hogy jól leszek. Holnap innen indulok, és mindent újra tervezek. Szét kell kicsit essek, hogy kedvem legyen ismét. Önmagam megkeresnem, ha fájnia kell ismét. Néma csend van odakint, csak belül nagy a hangszavar. Először szétszakít, utána meg összevar. Érzem, hogy a súly egyre könnyebb lesz a vállamon. Érzem, hogy a nyugalmat tényleg megtalálhatom. Ma még egyszer meghalok, utoljára meghalok. De esküszöm, esküszöm, tényleg esküszöm. Tényleg jó vagyok! Yeah! Hogy nem pont úgy, ahogy képzeled. Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban Jakó, akit ismerhetsz a Fatalerol magyar alternatív rock zenekarból, hiszen annak a gitárosa, viszont a zenekar mellett tavaly elindította a szóló karrierjét, és ennek kapcsán hozott el saját dalokat, amiket eddig még máshol nem mutatott be. Itt a Petőfi Rádión kapunk tehát dalpremiereket, és azt mondtad az előbb, hogy most már pozitívabb hangvételű dalok jönnek, ilyen például az egyik a Fellegvár. Abszolút, igen. Hát úgy maga ugye a zene is egy kicsit ilyen pozitívabb hangulatúvá
sikeredet, de egyébként nyilván az embernek akkor indul be, ugye a fogaskereke, meg úgy akkor kezdte igazán fogni a tolla, hogyha valami nagyon felidegesíti magát, vagy valami nagyon szomorú történik vele, vagy hát ez igazából mindenkinél máshogy működik. Itt most éppen egy ilyen motiváltabb, meg pozitívabb hangulatban voltam, amikor ez a Pellegvár című dal született, és egyébként nagyon valószínű, hogy ez lesz majd ennek a kis történetnek az első megklippesített dala, ugyanis ennek már egy annyi kulisszatitkot így elárulok, hogy gyakorlatilag majdnem kész a stúdió verziója, tehát hogy ez már úgy zenekarral fel lett játszva, úgyhogy... És képi formában mik a tervek, mit fogsz megjeleníteni? Na azért remek kérdés, látod. Akkor itt még nem tartasz. Igen. De várhatóan majd ehhez lesz egy videoklip. Igen. Valami mindenképpen lesz, tehát hogy valószínűleg ez fog megjelenni először ilyen videoklippes formában. És most élőben lehet hallani a Fellegvár című dalt itt a Petőfi Rádióban. Jakó adja az élő stúdiókoncertet, nem csak hallatod, láthatod is a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Figyelj! Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban! Hangúság tengerében, vészterhektől fuldokolva, azt álmodtam, célba értem, nyomot hagytam az utókornak. Az álom most is előttem lebeg, csak a valóság szemüvegén át, kacéram felém integet, épp hogy látom az árnyékát. A hegytetőn egy felleg vár, ablakomból mindig rálátok, sok idő eltelt már, nem omlottak le a bálványok. Fenn a felleg vár, nem múlnak a hiú ábrándok, nem sietek, nem is várok tovább, maradok örök zarándok. Az egyhangúság tengerében, évektől fuldokolva, azt álmodtam, célba értem, nem csúsztam ki a nagy kanyarban, annyiszor megtörtént már. Valami még tartja bennem a lelket, ismeretlen szempárki mindig jó útra terelget. Hegytetőn egy felleg vár, ablakomból mindig rálátok, sok idő eltelt már, nem omlottak le a páványok. Fenn a felleg vár, nem múlnak a hiú ábrándok, nem sietek, nem is várok tovább, maradok örök zarándok. Vár, ablakomból mindig rálátok, sok idő eltelt már, nem omlottak le a bálványok. Fenn a felleg vár, nem múlnak a hiú ábrándok, nem sietek, nem is várok tovább, maradok örök zarándok. Maradok örök zarándok. Jakó élőben itt a Petőfi Rádióban. Jól nyomolt, Hudi küldött üzenetet kis csápolós jellel, meg van, aki ilyen tüzes ikont küldött, és várjuk a további üzeneteket. Nyomjad! Közben jön ez is a Facebookon. Nem csak itt lehet üzenni, hanem a 0630303380-as SMS számon, vagy kérdezni is. Jakó ugye az élő stúdió koncerten ma csak saján dalokat mutat be, és csak olyanokat, amit eddig még máshol nem lehetett hallani, tehát igazából egész adás alatt dalpremier hallatsz. Nekem tetszik, jó a szöveg, ezt Károly írta, és akkor mindjárt jön még a folytatásban egy dal, itt a Petőfin Jakótól, tarts velünk! Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával! A stúdióban! Jakó, akit láthatsz is a Petőfi Rádió Facebook oldalán, Jakót ismerheted már a Fatal Error zenekarból, hiszen ott 15 éves kora óta gitározik, de emellett elindította a szóló karrierjét még tavaly az év elején, és ennek kapcsán született jó néhány dal, amelyek közül, hát soknak itt volt a dal premierje, az utolsó az igaz már megjelent, ugye? De hát félig meddig látható, már a interneten megtalálható, inkább úgy mondom.
Igen, ez a könyvjelző című dal, és az volt, hogy mielőtt még az első ilyen egyszálgitáros fellépés az így megtörtént, még tavaly év végén, akkor így mindenképpen szerettem volna úgy valamit úgy megmutatni, hogy amúgy valami ilyesmi lesz, és hát lényegében egy ilyen live végigjátszós videóban, ilyen egyszálgitáros verzióban ez így megtekinthető, de természetesen majd ez is felkerül majd a lemezre, majd teljesen meghangszerelt verzióban, és egyébként pont ez volt az a dal, ami úgy egyébként ez eredetleg Fatalerornak született volna, ennyit azért elárulok, viszont megint itt is az volt, hogy annyira éreztem, hogy lett egy ilyen személyes hangvétele, hogy úgy valahogy mégis azt éreztem, hogy ez egy ilyen más dolog, és ez volt az, ami egy kicsit úgy elindította bennem azt, hogy na, akkor várjunk, csak valamit csináljunk ezzel. Miről szól a dal? Hát igazából ez egy bizonyos találkozás után született ennek a dalnak a refrénje, illetve több olyan esemény is történt, ami alapján úgy elkezdtek jönni a sorok. Igazság szerint úgy olyan nagyon exaktan nem tudom megmondani, hogy úgy miről szól, de leginkább arról, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, meg hogy egy találkozás, egy beszélgetés, egy gesztus, az mennyit tud jelenteni úgy az embernek az életében, és mennyire fontos az, hogy mindig tartsuk a kapcsolatot az embertársainkkal, akár csak egy epizódszerep erejéig, akár úgy, hogy valaki mondjuk állandó szereplője lesz az életünknek, de nagyon fontosak az interakciók, beszélgetések, meg minden ilyesmi. Na hát itt kapod is közben a szívecskéket, Nóritól és Lizától például. Köszönöm nekik. És jön a könyvjelző élőben most itt a Petőfi Rádióban, Jakótól, akit a Facebook oldalunkon láthatsz is. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával! Egyre csak gyűlnek az évgyűrűk kivágott fák tövében. Itt az idő, hogy eltévedjünk közös múltunk kertjében. Minden egyes fűszál énekét te is hallhatod, ha jól figyelsz. Elhordja hangjukat a hideg szél, elég, ha csak némán átölelsz. Szeretném tudni, hogy ki vagy, hogy tudjam én ki is lehetni. Úgy is tudod, hogy hol találsz, ha bármit tudni szeretnél. Addig kérdezz, még itt vagyok, még minden szót elmondhatok. Vár rád még ezer történet, minden oldal másik élet. És ha majd fentről nézek rád, fogd a tollat, folytasd tovább. Leszek mindig a könyvjelződ, a mindenhatód, a védelmeződ. Ömlik a füst a kéményekből, kötként száll le a látóhatára. Elsötétül a fény évektől, visszakacsint rám utoljára. Állunk a közepén a nagy semminek, térben és időben elveszve. Csontjainkat átjárja a hideg, hiddel én se pont itt terveztem. Szeretném tudni, hogy ki vagy, hogy tudjam én ki is lehetnék. Vajon te tényleg ide tartozol, vagy itthon vagy hivatlan vendég? Addig kérdezz, még itt vagyok, még minden szót elmondhatok. Vár rád még ezer történet, minden oldal másik élet. És ha majd fentről nézek rád, fogd a tollat, folytasd tovább. Leszek mindig a könyvjelződ, a mindenhatód, a védelmeződ.
hogy ki vagy, hogy tudjam én ki is lehetnék. Vajon te tényleg ide tartozol, vagy itthon vagy hivatlan vendég? Addig kérdez, még itt vagyok, még minden szót elmondhatok. Vár rád még ezer történet, minden oldal másik élet. És ha vagy fentről nézek rád, fogtatollat, folytasd tovább. Leszek mindig a könyvjelződ, a mindenhatód, a védelmeződ. A mindenhatód, a védelmeződ. A mindenhatód, a védelmeződ. A mindenhatód, a védelmeződ. Jakót hallottad, láthattad élőben itt a Petőfi Rádióban, illetve a Petőfi Rádió YouTube csatornáján, és aztán a majd folytatása többek közt a Hajdunálási Utcazene Fesztiválon. Igen, igen. Az az egy, ami már nyilvános, de egyébként meg majd várhatóak. Több ilyen kis. Egyelőre még egy szálgitáros, de egyébként zenekarra is tervben vannak. További sok sikert a nyára akkor. Nagyon köszönöm, és nagyon köszönöm, hogy itt láttam. Hallgass magyar zenét online is! A YouTube-on vagy a petőfiradio.hu oldalon. Minden magyar! Ez a Petőfi Rádió!